Sziasztok! A Tech2-t nézitek, és a Nokia Lumia 830-ast hasonlítjuk össze most az LG G3-mal. Az LG G3 egy vérbeli csúcsmodell felső kategóriás hardware-re, míg a 830-ast úgy hívja a Microsoft, illetve a Nokia, mint egy megfizethető csúcsmodell. De nekem mondjuk vannak különbségek. Egyrészt a két kijelző között, hiszen 5-szoros OLED kijelzőnk van, 1280x720 pixellel a Lumia 830-on, még egy IPS paneles 2560x1440 pixeles 5,5 hüvelykes kijelzőt kapunk az LG-be, ami 4-szer akkora felbontású, minimálisan magasabb mérettel, illetve hát a keretek közti különbségből adódik, hogy mi nagyon minimálisan kisebb csak a Lumia 830 magasságban, szélességben szintúgy csak egy kicsi eltérés van. Itt a két készüléket karcáló üveg borítja, ami eltérés még itt a megoldások közül, hogy amint látható a Nokia-n, a Lumia 830 esetében kapacitív érintő gombok vannak vezérlőgombként, még szoftveres gombokat kapunk az LG-n. Felül hasonló dolgok, tehát fényérzékelő, közelségérzékelő van, előlapi kamera, illetve hangszóró. Anyaghasználatot tekintve jelentősebb az eltérés, hiszen a Lumia 830-nál fémet is kapunk oldalt, és egy szögletes dizájn, még egy lekerekített műanyag hátlapunk van az LG G3-nál. Kameraverseny szempontjából érdekes a helyzet, hiszen egy 10 megapixeles PureView kameránk van a Lumia 830-asban, még egy 13 megapixeles BSI szenzoros kamerát kapunk az LG G3-mal, amit kiegészít egy dupla vakú, illetve egy lézeres autofókusz, és valamint ide kerültek a bekapcsoló gombok. Ebből a szempontból megnézzük, hogy hogyan teljesít a készülék. Vastagságot tekintve igazából hasonló, talán egy minimálisan vékonyabb a Lumia 830-as készülék. Mind a két telefonnak levehető a hátlapja, ami alatt épp mind a kettőnél van vezeték nélküli töltés, illetve NFC támogatás, amit itt látunk a hátlapokon belül. És hogyha magát a telefon hátlapjai, tehát a telefonokat nézzük belülről, kiveltő akkumulátorokat kapunk, illetve már nanoszimet támogat a Lumia 830, még csak mikroszim van az LG G3-ban, és mind a két telefonba helyezhetünk memóriakártyát, természetesen microSD-t. A hátlapokat, hogyha visszatesszük, akkor még a kamerákat fogjuk egy kicsit összehasonlítani. Megkeressük mind a két készüléken a kamera alkalmazást, és megpróbáljuk ugyanazt lefotózni. Itt már elsőre, hogyha megnézzük, láthatjuk, hogy nagyobb látószögű, egy kicsivel talán a Lumia 830 kamerája, de tényleg nagyon minimálisan. És ránagyítunk, amennyire csak lehet, tehát hasonló méretűre a két készülék esetében. Itt viszont azt láthatjuk, hogy a Lumia 830-as, amit már eléggé elmosódott, még viszonylag sok részlet kivehető az LG G3 kijelzőjén. Tehát itt minőségbeli különbséget tekintve gyengébb a Lumia, illetve itt is azért jobb minőségű, részletesebb a kép az LG G3 kamerájával. Tehát a 10 megapixeles PureView kamera úgy tűnik, hogy nem tudja felvenni a versenyt az LG G3 13 megapixeles kamerájával. Ez volt tehát az LG G3-as csúcsmodell, illetve a Nokia Lumia 830 összehasonlító videója. Kövessétek továbbra is a tech2.hu oldalt, sziasztok!